Na jó, hát még 3 perc. 92 néző. Na hát azért gyülekszünk, gyülekszünk. Egyébként nagyon jó az, azt nézem, itt visszaéri ez a csodálatos okos készülék, hogy 0% az eldobott kép. Tehát kiültünk a szállodának a parkolójába, tehát itt egy, béreltünk magunknak a teraszon egy ilyen faasztalt, itt a autók jönnek-mennek mögöttünk. Úgyhogy karcos dízel hang is mindjárt hallatszik. Ó, kis Tamás doktor úr is fölbukkant. Minden gyűrűk, gúlya gyűrűk nyomtatója. Szia, Dani! Most már attól miért fogok kapni a fejemre? Valaki tegye már meg, hogy szól a Jutkának, hogy nejemnek, hogy ez lassan kezdődik az élő, mert megígértette velem, hogy küldök neki egy SMS-t, de ezt baromira elfelejtettem. Úgyhogy ha nem, most nem szólunk neki róla, akkor én utána haza sem megyek, tehát megyek a gólyákkal Afrikába, azt ott is maradok. Ó, csak úgy repkednek a szívecskék itt fölfelé. Na jó. Még 1 perc, 22 másodperc már. Addig is gyűrik, gyűrik, gyűrik. Addig mindenki még elmehet a hűtőszekrénybe. Bambiér. Szép estét mindenkinek. Jaj, de cuki ez a plüss gólya. Még mennyire? Ott voltam velem, amikor hol Sződön gólyafészket szereltünk, meg amikor Keszegen gólyafészket szereltünk, ott is ott volt. Igen, tehát ő egy komoly társgólya. Tehát ő egy ilyen a leggazdaságosabb gólyánk, tehát nem szarik, nem zabál, nem kelepel és nem csípked. Így van, és menteni sem kell, és az áram sem. Fügy, fügy, fügy meg. Bambi, megvan a Bambi, már megvan a Bambi. Ja, Bambi, igen. Jó, hát azt hittem, hogy a lakat kutyájára gondolsz, de hát... Mert azt mondja, hogy mindenki tambokat, tambapokat mutogat, 43. Jé, de jó, én nekem már csak 15 másodpercet mutat a kijelző, ott meg 38-ot. Ekkora késés, szörnyű. Tesco gazdaságos, így van. Már 110. Jó. Alakulunk. Na jó, hát akkor 0-1, kész, itt az élő. Tehát szép jó estét kívánok mindenkinek. Jelentkezünk innen Románia közepéről. Hol vagyunk mi? Zsírvásárhelyen. Azért választottuk ki ezt a helyet, mert holnap reggelre ide várjuk a Nokedlit, ha minden igaz, tehát nagyon-nagyon merem remélni, hogy Nokedli holnap reggel itt bukkan föl a környéken. Ugyanúgy innen, ahol most vagyunk ettől a szállástól, most vagyunk egy kb. 10 km odébb egy kiváló minőségű szemét lerakón táborozott a Fekete Tól, illetőleg Ötöske egy jó 10 nappal ezelőtt. Kezdem is velük, mert számos kérés érkezett, meg szó is érte a ház elejét, hogy csak rapszódikusan tudósítunk a már elindult gólyákról. Ötöske és Fekete Toll ugye elindultak Dömösről, először kuricáltak egy napot Magyarországon belül, majd onnan 3,5 nap alatt lementek Isztambulig, ezzel jól megleptek minket, mert jól lekéstük az indulásokat. Azt terveztük, az eredeti elképzelés az volt, hogy ők elindulnak, mintjuk vasárnap, mi elindulunk szerdán, és körülbelül egyszerre leérünk vasárnapra Isztambulba. Hát ők megtréfáltak minket. Mire indultunk volna, ők már ott voltak, úgyhogy halasztottuk is, mert emiatt meg az időjárás változása miatt halasztottunk is az induláson egy gyakorlatilag egy hetet. Így bevártuk azt, mire Nokedli és Sophie együtt elindultak. Fekete Toll, illetőleg Ötöske, azaz Handl és Hang, viharos sebessége, felnőtt gólyákkal vonulnak együtt, úgyhogy félelmetes sebességgel elmentek a török-szír határig, és azóta a jeladójuk bejelentkezik, de telemetria adatok egyelőre nem jöttek.
Ettől elsőre vastagon frászt is kaptunk, hogy mi történt, majd a német kollégák, akiknek szintén ugyanabban a vonuló csapatban volt két jeladós gólyájuk, megnyugtattak, hogy nem kell pánikolni. A Szíria-Jordánia rész, illetőleg a Izrael-Jordánia határ környéki rész, az egy fekete lyuk ebből a szempontból, tehát onnan adat nem nagyon szokott jönni. Annyira kicsi a térerő, annyira kicsi a lefedettség, és annyira gyenge a vételi lehetőség, és őt sok helyen zavarják is a GPS-nek a műhold jeleit katonai okoknál fogva. Úgyhogy egyelőre az a sejtésünk van, hogy ők valahol most Izrael, Jordánia-Izrael környéken járnak, amit nem tudunk, hogy a Egyiptom felé veszik az irányt, vagy pedig keresztül mennek a sínai félszigeten. Ha azt az utat választják, akkor sok információt nem fogunk róluk kapni. Maximum akkor látunk tőlük ilyet, amikor Sharm el-Sheikh környékén felbukkannak, és ott átkelnek Afrikába. Előbb-utóbb föl fognak jelük bukkani, már ha a madarak épségben jól megvannak, előbb-utóbb be fog futni valamilyen. De pillanatnyilag friss adatunk róluk nincsen. Annyi van, hogy minden nap szépen bejelentkezik a jeladó, de adatunk nem jön róla, tehát helyadatot nem kaptunk. A másik, ami szintén sokakat érdekelt, hogy ugye mi mikor indultunk? Szerda reggel, ugye már. Tehát szerda reggel indultunk el otthonról, mégpedig azért, mert kedden délelőtt, ahogy az eső már kezdett elállni, ez felhők szakadoztak fölfelé, egyszer csak Szofi ilyen 10 óra 30 magasságába felrugaszkodott, elindult és elkezdett fölfelé keringeni. Nokedli nézte egy darabig a tetőről, majd ő is utána ment, és ketten együtt keringtek fölfelé. Pont kint voltam, láttam az eseményeket, egész addig követtem őket, szabad szemmel még látni lehetett őket. Elmentek délfelé tőlünk, délirányba távoztak. Aztán ez persze megerősítette a hírt az, hogy tényleg neki indultak, hogy Nokedlinek a jeladója Biatorbágy közeléből bejelentkezett, méghozzá azt meg is tudom mutatni, hogy hol és hogyan. Igen. Szóval itt lehet látni, hogy a térképen ott Budaörstől balra egy kicsit fölbukkan a jel. Tehát ez volt a keddesti állapot, amikor Nokedli elindult Szofival. Aztán kedről szerdára itt töltötték az éjszakát, Sóskút mellett, itt a hegyoldalban, tehát a házaktól egy kicsit odébb, ott a jól sejtem, egy viszonylag meredek, fenyves hegyoldal van, ott töltötték az éjszakát, és másnap, ahogy számítottuk, hát ugye esős idő is volt, úgyhogy szerdán nem indultak ők nagyon tovább, hanem fogták magukat, és átmentek. Na, hova mentek volna? Hát a puszta zámori szemétlerakóba, mert ugye tudjuk, hogy lassacskán ez úgy működik, hogy a gólyák vonulása, az a gólya McDonald's-ak, azaz a szemétlerakótól szemétlerakóig tart. Egyébként ez egy katasztrofális dolog, mert borzasztóan negatívan befolyásolja a gólyáknak a étkezési minőségét, mondjuk stabil táplálékbázis nyújt, csak nem akarom nevén nevezni, hogy mit esznek, de ahhoz képest a ilyen fast food az egy egészséges laktató valami, amit ők ott összeszednek a szeméttelepen. Úgyhogy szerdán vártuk, hogy ők elindulnak tovább, de hát az időjárás közbeszólt. A országnak azon a részén végig esett az eső. Mi ugyan az országnak a keleti felében, amerre járkáltunk, ott gyönyörű napsütés volt, ott enyhe felhők mellett tényleg szép időben tudtunk jönni, menni, tenni, venni, intézni a dolgainkat, de a gólyáink odát ragadtak gyakorlatilag tárnok mellett, és hát berendezkedtek, betáboroztak ide szépen a puszta zámori szemétlerakóba, olyannyira, hogy folyamatosan, tehát még szerda este is innen jött a jel, sőt, még most, ez ma reggeli, tehát ez a ma reggeli, kora reggeli adat, tehát ez a csütörtök reggeli
helypozíciója volt a Nokedlinek. Megmondom őszintén, frászt is kaptunk tőle menet közben, ugyanis érkezett hozzánk egy bejelentés, hogy itt a puszta zámori szeméttelepen, ahol pillanatnyilag egy jó 100-150 gólya tartózkodik, vonulásban megállt gólyák vannak ott, hogy 4 darab halott gólyát találtak a földön. Próbáltunk ezzel kapcsolatosan intézkedni, hogy ezek begyűjtésre kerüljenek, illetve elszállításra. Ez nem egy egyszerű feladat, majd meglátjuk, hogy sikerül ezt holnapra befejezni. Elsőre sajnos mi is feltételeztük azt, hogy esetleg lehet, hogy közte van a mi gólyánk is, esetleg ott van a 4 darab halott gólya között Nokedli is, hiszen a jele erről a helyről gyakorlatilag egy napon keresztül nem mozdult. De aztán végül megnyugtató módon ma reggel végül is elindult, úgyhogy amikor ilyen 10 óra, 9 óra, 10 óra környékén, amikor már kezdett az idő fölmelegedni, akkor jött be ez az adat mindnyájunk nagyon nagy megnyugvására, hogy a puszta zámori telepről elindult, és gyakorlatilag Martonvásár mellett jelentkezett be a jeladója. Mint itt látható a képen, 59 km/h haladt, tehát repülés közben jelzett be a jeladója, valószínűleg fölfelé termikelés közben voltak ekkora gólyáink. Ez alapján mi úgy gondoljuk, hogy az eddigi ismereteink alapján, ha minden jól megy, akkor ők ma estére, holnap reggelre nagyjából ide fognak érni, ahol mi most vagyunk itt Románia közepén, és ha ez mind sikerül, akkor tehát ők is időben ideérnek, és nem szól közben időjárás, nem kezd el esni az eső, akkor holnap meg tudjuk őket reggel, kora reggel keresni, hogy hol táboroznak, tudunk róluk néhány közelebbi felvételt készíteni, adatot szolgáltatni róla mindenkinek. Úgyhogy ez a holnapi programunk részben. No, szóval, most mindjárt megnézem, hogy ki mit írt, mert az közben meg kéne figyelni. Ó, közben fölbukkant a lányom is, Szeva Andi. Olga azt mondja, nálam van hang és a bejelentkezés kiváló minőségű, örülök annak, hogy jól működik a dolog. Valaki mondta, hogy nála nincs hang. Oké, jó, hála Istennek, akkor van hang. Jó, hát igen, Nokedlinek mindenki szurkol, tehát a szomszéd faluból mentették. Akkor adnan. Persze a többi gólyának is végül is igen. No, szóval úgy nézett ki a mi tegnapi napunk, hogy reggel fogtuk magunkat, autóba ültünk, és elindultunk otthonról Dömösről, kollégámmal, a videók mesterével, Esteban Sanchezzel, és első körben elmentünk a német jeladós gólyát megkeresni. A német kollégáktól kaptuk ugyanis azt a jelzést, hogy a madár több napja ugyanonnan adja pánd közeléből adja a jelet, és hát ez aggasztó dolog, mert ugye egy jeladó egy olyan arról a helyről jön, akkor általában ennek az a jó, sötét jóslata van, hogy a madár valami 20 000-es oszlop alatt fekszik. Kimentünk a helyszínre, végigkeresgéltük, drónnal is végignéztük a helyszínt, de hála Istennek semmit nem találtunk. Tehát egyrészt annyira nem találtunk semmit, hogy ott azon a részen még 20 000-es oszlop sincsen, egy teljesen elhagyott birkatelep van, aminek valószínűleg a tetejére táborozhattak be a vonuló gólyák, ott vannak elhagyott akkólok, az kényelmes. Ott találtunk benne 3 otthagyott kecskét is, ami egy érdekes dolog, mert ember nem járt azon a telepen szerintem egy fél éve, és ott volt 3 vidám és kövér kecske, meg egy macska, egy szép tarka macska. Ott megnéztük a gólyának a helyét, visszaültünk az autóba, és elindultunk tovább, mert az volt a tervünk, hogy megyünk a Varjúház alapítvány, azaz Slamovics Zsuzsáékhoz látogatóba, vittünk hozzájuk madarakat tőlünk, és ők voltak a cél Kiskörösön. Na most ember tervez, gólyák végeznek. Mentünk, mendegéltünk békésen az M5-ös autópályán, amikor egyszer csak érkezett egy bejelentés, amiben egy hölgy kért segítséget egy bajba került gólyának, ami egy darabig, 2 napig az ő házuk tetején táborozott, majd onnan lejött és az udvarukban jött-ment, és láthatóan sem repülni nem tudott, valami baj volt a gólyával. És hát, hogy tudunk-e segíteni, megtudtam, hogy jó, megnézem, hogy hol vannak. Beütöttem a térképbe, azt a GPS-be menet közben, hogy,
hol felébe lehet ez a táborfalva, ebből látszik, hogy belföldi földrajzzal mennyire vagyok tisztában. Na hát és erősen meglepődtem, amikor ez a kép fogadott. Tehát néztem a térképen, mondom, jó, itt van táborfalva, azt látom. De mi a fene az a kék pötty? Azt rájöttem, hogy a kék pötty az mi vagyunk. Tehát gyakorlatilag konkrétan kb. 2 kilométerre voltunk attól a helytől, ahol a gólyához segítséget kértek. Azt mondtam, hogy ez annyira, tekintsük úgy, hogy égi el, hogy itt muszáj azonnal segítünk, hogy lementünk az autópályáról, visszakanyarodtunk táborfalvára, és elmentünk gólyát menteni. Na, erről van egy kis filmünk, amit mindjárt fogok magam, és itt be is játszok, tehát ez tegnap készült ez a felvétel. Ezen némileg lehet látni, hogy mi történik a gólyával. Itt az udvarban próbálom becserkészni a jószágot, aki bőszen kattogott rám. Ja, itt bibis. Az ott bibis. Aki. Igen. Azért fog. Jó, közben lúpolt és újraindult, ha jól látom. Úgyhogy ezt most meg is állítjuk. Jó idején már látom, hogy a végére ért, és közben újraindult, úgyhogy tanuljuk meg ezt a töménytelen műszaki cuccot itt az orrunk előtt kezelni. Hogy megy alatt a videó hangja. Az jó, az érdekes. Oké, akkor most már nincs. Most már elment alól a lejátszott videóhang. Igen, a videó visszalúpolt, úgyhogy nem tudom most miért nem akar leállni, de most már leállt. No, teljesen jó. No, úgyhogy fogtunk magunknak egy gólyát. Hát felmerült a fejünkbe a gondolat, hogy tulajdonképpen a fiatal ember csak stoppolni akart, és úgy gondolta, egy potyafuvart szerez magának Isztambulig. De miután azért láttuk, hogy egy elég komoly seb van a, azt hiszem, a jobb térdén. Nem tudjuk, mivel szerezte, de elég csúnyán kiszakította ott a térdén, nagy vérömmel is volt ott, úgyhogy elláttuk rajta a sebet, és végül úgy döntöttünk, hogy ott fogjuk hagyni a gólyát Zsuzsáéknál, tehát letámasztottuk a madarat a Zsuzsáéknál, ami a következő célpont volt az utunkon, úgyhogy onnan táborfalvával, gólyákkal együtt tovább mentünk Zsuzsáékhoz, amiről szintén készült egy nagyon aranyos kis videónk, úgyhogy most azt fog következni. Na, szép jó napot mindenkinek! Megérkeztünk Kiskörös mellett, Slamovics Zsuzsáékhoz, a Varjúház alapítványba. Itt áll mellettem Zsuzsa, aki nem ismerné. Hát a Zsuzsáról azt kell tudni, hogy a Zsuzsa a klasszikus példája annak, hogy hogy ne álljon senki szóba velem. Mert ez egy mikor volt? 4 éve, 5 éve, 6? A rossz tudja, már úgy szaladnak az évek, mint a fene. Hogy talált egy sérült varjút, ami egy azévi fiatal varjút, amit megtéptek, nem tudott repülni, körbenézte az internetet mindenhol, te statiszta maradj itt nyugton, és csomó tanácsot talált, hogy mit kéne csinálni a varjúval, de azok tökéletesen egymásnak ellentmondók voltak, így végül hozzám navigálta valaki, fölnevelgette azt a varjút, el is tudta ereszteni szépen, utána én rásóztam a következő varjút azzal, hogy ha már olyan jól el voltál a varjúval, mit szólnál még egy varjúhoz? Na most azóta, majd itt később megmutatjuk, itt most már százas nagyságrendben vannak a varjak, úgyhogy teljesen a varjukkal együtt a Zsuzsa elgurult a lejtőn, de nagyon csúnyán, úgyhogy mindenféle egyéb madár is van. Itt hattyú, és innentől bemutatnám majd Pistit, aki igazán jó, a Pisti 17, aki egy
sárgalábú, vagy kis irány, arról sem tudja a kettő közül melyik, elég nehéz megkülönböztetni, majd mindjárt megmutatom normálisabban is. Ő azért jött ide, ő egy tartósan sérült madár, a szárnya teljesen tropa, mert nálunk volt neki egy társa, aki elpusztult, így ő Pisti egyedül maradt. És itt a Zsuzsáéknál is van egy darab szingli sirály, ezért megbeszéltük, hogy ő átköltözik ide a Zsuzsáékhoz, hogy a két sirály együtt sirálykodjon. Na, menjünk, keresztük szabadon. Na, Pisti! Hello! Úgy van, mehetsz! Csókolom. Hát ez a dobozos dolog, ezt tudom, hogy nem tetszett, és árulásnak érezted azt, hogy ó, és egyből milyen ügyesen iszol, Pistike. Jól van. Mindjárt kap kaját, és na, itt van, mert sérül. Látod? Már nézi. Azt mondja, látod? Ott van neked egy új barát. Esetleg pasi, vagy csaj, a rosszabb tudja melyikőtök melyik. De majd egymás között eldöntitek. Hogy lerakjuk neki a vizes edényt, nem megy bele, beledugja a fejét, így rázza a fejét benne a vízbe, és kint a homokon vergődik, mint aki fürdik. Tehát ugye? Ez a klasszik. Igen, igen, tehát ez a belemenni nem fog, mert az minek? Sok varjú is így csinálja. Ja, ez egy speciális technika. Igen. Hoztunk egy dolmányos varjút is, aki nézi a Birdmania oldalt, követi, az emlékezhet rá, egy pár hónappal ezelőtt ilyen ekkora csupasz jószágként érkezett. Földön találták valahol zuglóban, nem tudjuk, mi vette ki a fészekből. Elég sokáig necces volt, hogy megmarad-e, és erősen kétséges volt, hogy valaha repülni fog-e. Aztán szépen megnőtt, és végül repült, úgyhogy azóta a troll ördög keresztnével tett szert, úgyhogy miután ő neki abszolút nincsen varjú tudata, ami hogy egyedül nőtt föl, ami nem volt egy szerencsés dolog, így ezért is gondoltuk azt, hogy ide hozzátok elhozzuk, úgyhogy a sok dolmányos varjú közé beköltözködhet. Ahogy elnézem, ebben van ereszthető, nem ereszthető, van ebben vegyesen minden. Igen. Akkor gyűlik. Igen. Gyűlik és etetitek. Élet, jó. Okay, hát jó. Élethossziglan. Oké, okay, hát mondjuk az élethossziglan szeretése a varjú esetében azért az egy brutális távolság. Így van. Tehát... Így van. Jó étvágyú madarakról beszélünk. Igen. Hát mondjuk igen, ez most minden mentőhelynek az egyik legnagyobb problémája. A miből és hogyan fogunk etetni. Ő mert... sérült az a vetési varjú, hát oda kiolvas a láthatatlan könyvet. Naponta hány kiló kaját etettek el? Hát egy étkezéshez, hogyha kacsaszívben számolunk, igen, akkor 7 kiló megy el. Egy nap? Egy etetés? Nem, egy etetés. Két főétkezés van, a reggeli okay, és az esti. Igen. És napközben kapják az úgynevezett tojásos kását, aha, tojásos mézes kását, az kukorica darab felfőzve. Igen, de hát ha jól értem, akkor gyakorlatilag egy napi 15 kiló kacsaszív megy igen, el. Igen, igen. Az azért brutális. Tehát igen, ismerve az árakat, az gyakorlatilag egy erős napi 10.000 forint, csak ez az atletésnek ez a része. Igen, igen. Ja, tehát az azt jelenti, hogy az egész kajával, tehát alaphangon egy napi 20.000 elmegy az egészre. Igen, igen. Tehát igen, az azt jelenti, hogy ennek igen, a seregletnek a fenntartása csak a kaja szintjén egy havi 600.000 forint. Nálatok is gyakorlatilag az lenne a legjobb megoldás, hogyha lenne egy pár olyan ember, aki hoppá, csóka kicentiszta a fejemet. Szóval lenne egy pár olyan ember, aki bevállalja azt, hogy havi rendszerességgel nem kell sokat, 1-2.000 forintot, pontosan, csak legyen sok ilyen ember. Na, nézzük meg a többieket is, nézzük meg a vetési varjakat. Azt mondtad, hogy nálatok volt idén olyan vetési varjú, ami itt helyben kelt ki? Bizony. Na nézzük négy, meg. Ott a hátsó sarokban látod, az volt az a fészek. Ott van fönt a rácson az egyikük, látod? Igen. Ja. Tehát ők gyakorlatilag ide fészkeltek föl. Ületen. Mit akarok kérdezni, most vetési varjúból mennyi van bent? Ez egy 40-50 darab legalább. 54-en vannak. 54. Jó, de mit is mondtad, amikor érkeztünk, mesélted, hogy tavaly télen, tavaly előtt télen, tehát a covidos igen, télen, igen, 27 olyan vetési varjú érkezett, ami lőtsérüléssel jött. Így van. Na jó, de hát a vetési varjú azért ez egy védett madár, és tehát gondolom, melyik isten barma lövöldöz annak? Lesi puskásokat érdek, hát azt mondtam, hogy egy varjú fészekbe szeretnék, jobban, vagy egy varjú telepen szeretnék élni. Következő életedben vetési varjú leszel, azt mondod? Lehet. Jó, vagy dolmányos, minden. Figyelj, ugye, hadd kérdezek valamit. Pénzen kívül mi mással tudnak az emberek segíteni? Tehát mondjuk építőanyag, röpde alapanyag, háló, pont heggesztett háló. Mindennel. Minden igen, ilyesmi. Így van. Mert röpdéből soha nincs elég, mint igen, röpdéből, igen, röpdé sosincs elég, ez az alaptézis. Cseréprét.
tetőlécet, okay, tetőlécet, így van, jó. Így van, így van. Csavaranyag, építőanyag. Jó, mert sok ember van vele, bocsánat, hogy szabadban, de sok ember van vele úgy, hogy pénzt nem szívesen ad, mert láttunk már sok mindent belőle, tehát, de aki mondjuk megvesz egy tekercs, pont heggesztett hálót, vagy azt mondja, hogy befizetiteket valami itt környékbeli fatelepen, mit tudom én, X mennyiségű cseréplécre, csavarra, akármire, az ugyanúgy segítség van, akkor. Kiégett, jó, óvatosan, óvatosan jövünk, megyünk, mert ők eleresztésre váró madarak. Tehát éppen ezért nincsenek cicúgatva, így most a jelenlétünktől is pánik tört ki. Úgyhogy megyünk is mindjárt odébb, hogy ne zavarjuk a madarakat, nehogy a tolluk sérüljön, ilyesmi. Úgyhogy lépünk is innen gyorsan. Ja, nem tudom, az látszik-e az a röbde, ott van hátul egy 4x4-es röbde, amit most a zsuzsáék pánik szerűen kiputoltak a mi kedvünkért, mert ugye útközben, tehát így jár a madármentő, ha elindul kirándulni, útközben nyertünk magunknak egy sérült fehér gólyát, aminek a térdénél van egy nagyon csúnya seb, egy idei fiatal hím madár, azt hol táborfalván gyűjtöttük be menet közben. Úgyhogy miután mi megyünk tovább innen Isztambulba, és bár gondoltuk, hogy lehet, hogy csak toppol a gólya és potyafuvart szeretné magára Isztambulba, de ezzel a sérüléssel a lábán inkább jobb, ha itt marad. Úgyhogy itt a Zsuzsáéknál most őt leparkoljuk, és amikor jövünk visszafelé, akkor majd fölveszük. Vagy hogyha közben helyre jön a lába, akkor lehet, hogy ezt a Zsuzsáék már is engedik menet közben, majd kiderül. A falvai gólya gyereket bevisszük a idejönös szállására. Ide ebbe a röpdőbe, ami ugye mennyi is, Zsuzsa? 4x4-es röpde. Úgyhogy fiam, viselkedjél rendesen addig, míg mi Isztambulba elmegyünk, megnézzük a kollégáidat. Aztán, ha meggyógyulsz, egy-két-három nap múlva nagyon megerősödsz, akár el is indulhatsz. Várunk téged szeretettel Isztambulban, és ott jól lefilmezünk. Na jó. Csokkolom. Úgyhogy legközelebb szerintem adománycuccokkal fogunk jönni, tehát próbálunk összeszedni nektek dolgokat Pesten, ugyanúgy, ahogy a Lázár Editék is szokták, ha jól sejtem időnként. Ez itt egy tündér. Úgyhogy most elköszönünk Zsuzsától, itt hagytuk nála a letéti gólyánkat, ami ha meggyógyul, akkor engedd el, ha ugyanúgy sántikál tovább, akkor pedig hazafelé mellett elvisszük magunkkal. Úgyhogy beszélünk. Így van, menet közben elérjük egymást, úgyhogy mi meg elindulunk tovább akkor a gólyák nyomába tovább Isztambulba. Na, szép jó napot mindenkinek! No, hát ez volt a tegnapi napunk nagyjából, tehát ezzel ment el a nap. Estére Temesvár mellett találtunk magunknak szállást, ma reggel jöttünk onnan tovább. Útközben Temesvár és Zsilvásárhely közti szakaszon néhány vonuló gólyát láttunk, de nagyon megállni róluk videót, fotót csinálni nem volt módunk, mert bár a táj gyönyörű, az út nem egyszerű, tehát egy sáv ide, egy sáv oda, leálló hely nincs, tele van minden kamionnal, úgyhogy kollégám az nagyon-nagyon-nagyon zokong vette az, hogy olyan szép tájak vannak, meg olyan vízesés, meg olyan patak, meg olyan madarat látott benne, és egy helyen se tudott megállni fényképezni, úgyhogy ettől lelkiválságba is esett a Pista bácsi. Így van. Na úgyhogy reggel pedig arra a helyre fogunk kimenni, ahol utoljára arra járt Hank és Hanl, feltételezvén azt, hogy a gólyák valahol nagyjából ugyanoda fognak belukadni holnap reggelre, tehát hogy ott fogjuk őket megtalálni holnap reggel. Most jobb ötlet nem lévén egy olyat megpróbálok csinálni, hogyha valakinek van valami kérdése, akkor az írja be chatbe, és akkor megpróbálok rá válaszolni. Nem tudom, hogy a adásnak a késleltetése ezt mennyire fogja lehetővé tenni, de próbáljuk ki, hogy hogy működik. Addig is, míg ezt most kipróbáljuk, mindenféleképpen szeretném elmondani azt, hogy a kiváló videófelvételeket, illetve ezt a mostani adást is, amit a sötét éjszakában ilyen szépen bemutat engem meg a műsorvezető kollégámat, azt egy Sony Alpha 1-es kamerával csináljuk, amit nagyon-nagyon spéci 28-135-ös objektív egészít ki, és mögötte pedig Pista, aki működteti az egészet, azaz Sanchez. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezeket az eszközöket a Fotoplusznak, akiktől lehetőséget kaptunk arra, hogy ezekkel a csuda jó és egyébként méreg drága dolgokkal
készíthessünk felvételeket a madarakról. No, szóval kérdezz, felelek. Na nézzük. Isztok rendesen? Igazad van, Tatonka, ez egy nagyon lényeges kérdés. Tehát alkoholt kevéssé, ugye amióta diabetes 2-es nevű üzemmódban vagyok, és a napon már nem barnulok, hanem karamellizálódok, azóta az alkohollal sajnos teljesen negatív viszonyba kerültem, tekintettel arra, hogy az alkohol a cukornak egy olyan nemes válfaja, amivel én már nem élhetek. Szuper a minőség, a plüssgólya honnan van? Ó, azt hiszem Háfra Beától kaptam. Gólyák, szerintetek megismernek titeket? Közel mennek hozzátok, ha éppen találkoztak velük? Abszolút nem. Tehát megismerni meg fognak, de közel engedni nem fognak. Ez otthon sem így működik. Tehát bent a kerten belül, hogyha a Szofival összetalálkozok, akkor amikor kotlik vagy kis fiókák vannak, akár kézbe, csőrébe is odaadhatom az ennivalót, de később is egy-két méter távolságig megtűr. Ugyanez a madár nyár közepén, ha lent a Dunaparton futunk össze, akkor 100 méternél közelebb nem enged magához. De ez így jó, tehát én nem is akarok hozzá közel menni. Azt mondja, fiatal gólyák is hazajönnek minden évben, vagy csak akkor, amikor ivarérettek lesznek. Csak amikor ivarérettek lesznek. Tehát addig ők maradnak Afrikában, nézegetik a zsiráfokat, stb. Azt mondja, macus gyűrűjét a mentő helyen tették rá, vagy rajta volt, és akkor hol tekelt ki? Nem, az a gyűrű, ami most rajta van a macán, az nálon került rá, mert ugye nem tudtuk, hogy fog-e repülni tudni, vagy sem. Így amikor kiengedtük, előtte fölkerült rá az a szép magyar kék gyűrű, ami azóta is rajta van a lábán, mert feltételeztük, hogy eredetileg az volt a terv, hogy kiengedjük, és elrepült, de hát aztán nem így történt. Nem tudjuk, hogy macának mi az eredete, hogy honnan származik. Annyit tudunk, hogy amikor hozzánk került 2016-ban, akkor egy másodéves, úgymond kajtárgója volt, aki akkor jöhetett először haza Magyarországra. Azt mondja, nagyon vigyázzatok magatokra, jó, igyekszünk vigyázni magunkra, meg mindenünkre. Azt mondja, hogy most újabb kérdés nincs egyenlőre. No. Azt mondja, hogy miért lett halkabb az adás? Mihez képest lett halkabb az adás? Halkabbnak hallod most, amit beszélek, mint a korábbiakban? Mert ha igen, akkor megpróbálhatok rajta valamit hangosítani. Tehát most húztam kicsit följebb a hangon. De ennél többet nem igazán tudok. Tehát tudok egy kicsit hangosabban beszélni, de azt nem biztos, hogy most itt a száraz a teraszán annyira örülnének neki az emberek. Azt mondja, Kormos Erika kérdezi, miért nem tud macus repülni? Mert valami istenbarma meglőtte, tehát söréttel megkínálta szerencsétlen gólyát, és a válla megsérült, tehát a váll ízülete. Ezért a szárnya megmaradt, de nem tud emelkedni. Tehát amikor ő próbál repülni, akkor a bal válla az így esik. Nekem ugyanolyan azt mondja, hogy a videóhoz képest halknak tűnt. Igen, a videónak a hangja az erősebb volt, tehát ez a baj benne, hogy ehhez kéne egy külön keverőpult, hogy ennek össze lehessen játszani a hangját, de ez ennyire azért nem vagyunk felszereltek, úgyhogy most ezt a hangszint, hangerő különbséget nézzétek el nekünk. Aha, azt mondja, korábban hangosabb volt a jónál, tehát akkor a bejátszott videó volt túl hangos. Lehet, hogy én toltam túl. Van egy egyszerű kijelző a Yololive-on, amin látom, hogy mi a kimenő hangerő, mert hány decibelen megy, ahhoz képest próbáltam csacper kábéra belőni. Oké, újra tesók mindig együtt vonulnak? Azt mondja, hogy nem, tehát most se vonultak nagyon együtt, tehát annyi történt most is, hogy a hang és a hang egyszerre indultak el, de például Nokedli nem ment velük. Jó, ők nem vérszerinti testvérek, de egy fészekben nőttek fel, úgyhogy ebből a szempontból ilyen vonulásilag szerintem simán tekinthetők lettek volna testvérnek. Nem, és nem is szükségszerű, hogy ugyanabban a csapatban menjenek. Mondjuk ennek látnám is olyan szempontból értelmét a természet szerint, hogyha nem együtt megy az egész család, nem együtt megy az összes gyerek, akkor hogyha valami baj éri a vonuló csapatot, akkor nem vész oda az egész évi termés egyszerre egy helyen.
Azt mondja, hogy újra mikorra várható, hogy Isztambulba értek. Hát ez jó részt a madarakon múlik. Szállásunk az holnap estétől van már Isztambulban, de szerintem holnap estére nem leszünk mi még ott. Úgyhogy majd írni kell nekik, hogy késünk egy kicsit. Ha holnap reggel tényleg itt fölbukkan, be akarjuk várni ugyanis a Nokedliéket. A mód és lehetőség van rá, akkor megvárjuk itt még a Nokedliék idejének, és onnantól a Nokedliék tempója szerint megyünk tovább, minél több felvételt próbálva róluk menet közben készíteni. Tehát ők határozzák meg a tempónkat. Azt mondja, hogy nálunk az esti mesék András bácsi állatos történetei. Úristen, szegény gyerek. Úgyhogy lehet gólyafészket tetetni villanyoszlopra a városban, de nyugodt kis utcába oda költözhet a gólya tavasszal. Hát ez egy érdekes dolog. Lehet kitenni, hogy Blikre is meg lehet próbálni fölrakatni egy oszlopra egy gólyafészket, de ennek nagyon-nagyon kicsi a foglalási valószínűsége. Tehát a gólya a maga szempontrendszere szerint dönti el, hogy hol akar fészkelni, amiben a szélirányok játszanak bele, védettség, beszállópályák, stb. Amit gólya szemmel egész jól meg lehet ítélni, de igazándiból jól csak a gólya tudja eldönteni. Tehát a jó megoldás az az, hogy ahol a gólya elkezd építkezni, tehát elkezd néhány faágat rászórni a villanydrótra, akkor oda megyünk és teszünk fel egy fészek alapot, mert ott gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a madár el is fogja foglalni azt. Tehát amit idén fölraktunk három ilyen helyen, három ilyen fészket, ott mind a három helyen tökéletesen foglalás volt, illetőleg egyik helyen sikeres költés is történt, ugye Sződön. Na, ő a másik olyan fióka, akit még úton várunk. Ha minden igaz, ha jól tudjuk, akkor ma kirepült a fészekből, és valószínűleg el is indult ő is a vonulásra. Tehát a sződi fióka is nagy valószínűséggel ma elindult Magyarországról, Isztambul irányába. Persze, akkor gyakorlatilag hol van ez a szónya? Köszönjük, hogy beszámolt a Vajrjút ismertetőt, jó utat. Azt lehet tudni, hogy Sophie hol telelt eddig. Nem tudjuk. Tehát az, hogy hol telel, hol tölti az időszakot, amit nem nálunk, azt nem tudom. Most kapcsolódtam be. Merre állomásoztok jelenleg? Zsilvásárhelyen, Romániában. Többi eladósról van, lemaradtam, hogy mikor mondtad. Vissza fogod tudni nézni, tehát Réka, ez ott maradt kint a Facebookon, és vissza lehet nézni az élőadást, illetőleg föl fogjuk rakni, tehát föl fogom rakni a YouTube-ra úgy, ahogy van az egészet. Ezt mi most lementjük, tehát fönt lesz minden, ott lesz utólag is visszanézhetően a YouTube-on. Ha Zsuzsáiknál nem gyógyul meg a táborfalvai gólya, akkor majd nálatok van, ezért. Hát most úgy néz ki a dolog, hogy az a madár egy szép, nagy termetű idei hím, fióka, jó a kondíciója, a szárnyai tökéletesen épek, a térdén érte a sérülés, nem tudjuk előre megmondani, de akár az is lehet, hogy 3-4 nap alatt helyre jön annyira, hogy most el lehet engedni, bele lehet engedni még egy vonuló csapatba, hiszen Kiskörös is, meg Táborfalva is vonulási úton van, úgyhogy gond nélkül be fog tudni ott csatlakozni valami csapatba. De ha nem, tehát hogyha nem jön rendbe a lába annyira, ha nem akar menni a madár, akkor meg elparkol nálunk, jön hozzánk Dömösre, és aztán majd jövőre elengedjük. Hát akkor ennyi a különbség, hogy egy kicsit később megy zsiráfot nézni. Okay. Olvastam, hogy Bulgáriában nagy vihar volt, remélem, hogy vonuló gólyáknak nem esett be. Hát az a viharfront, ami ott volt nálunk Magyarországon a hétvégén, az most végigment, tehát ott Bulgáriába, meg Törökországba mára ért oda nagyjából, úgyhogy most előttünk van a vihar egy kicsit. Azt mondja, hogy 16 évesnek lenne lehetőségen Dömösen önkénteskedni egy-egy hétvégén? Szerintem ezt meg fogjuk tudni beszélni, nem látok rá kizáró okot, tehát mindig jól jön a segítség, a gyerekeknek meg pláne jó, hogyha valami hasznosat tanulnak. Kérdés azt mondja, hogy Tünde Hajnal László, Szofira miért nem került nyomkövető? Hát ennek több oka van. Az egyik az, hogy a Sophie-t azért megfogni nem egy kis kihívás. Meg tudjuk fogni, mert mindent meg lehet fogni, tehát bármit meg lehet fogni, ha az ember nagyon akarja. De nem akartuk elriasztani ezzel a madarat, nem tartunk még ott. Ami most megy, ez a 12 jeladó, amit most fölraktunk, ez egy tesztfázis. Tehát mi most ilyen próbaüzemben vagyunk.
Egyelőre nem vagyunk még meggyőződve arról sem, hogy akarnánk a Szofira tenni, hiszen ő tudjuk, hogy elmegy, tudjuk, hogy visszajön. Tehát az csak azért, hogy azt lássuk, hogy most ő Afrika melyik részén kóricál, hát hadd legyen szegénynek ennyi magánélete. Igazándiból a jeladónak akkor van értelme, hogyha ebből plusz információt szerzünk, az pedig arról szól, hogy a gyerekek eljutnak-e Afrikába, vissza tudnak-e jönni 2-3 év múlva, és hol fognak elkezdeni költeni, valamint, hogy a mentett madaraink, amiket szabadon engedünk, azok mit csinálnak, eljutnak-e szintén, el tudnak-e vonulni, tehát végig tudják-e menni a migrációs úton, eljutnak-e Afrikába, sikeresen boldogulnak-e, vagy pedig 2-3 nap múlva esetleg legyengül egy elengedett madár, nem úgy jönnek ki össze az élet odakint, hogy akkor lássuk, hogy mi történik vele, és tudjunk rajta segíteni. Szerencsére bulgári vihar elborult addigra, Nokedli, igen, hát holnap utánra már ott szép idő lesz, tehát mire odaér a Nokedli, addigra ott már nem lesz vihar. Aztán a majdnem 16 éves hallotta és örült neki. Szeva majdnem 16 éves. Oké, azt mondja, hogy ez jó magánélet. Hát most miért egész nyáron mindenki kukkolja szerencsétlen nőt? Tehát megérkezik április elején, tehát nem tud egyet szexelni se anélkül, hogy ne nézné 40-50 ember, utána, amikor tojást, éppen hogy alá nem nézünk, hogy mikor jön már ki a tojás, előbb látjuk, hogy kikelt a fióka, mint ő, egy picit nem tudja a pattanás se kinyomni szegény maszusnak a tarpójának, tehát mindenáron kötelező fodrászolást tartnál. Mindent nézünk, hát legalább télire hadd legyen nyugta szegény állatnak. Mennyi az esély arra, hogy Szofi és Nokedli együtt telelnek? Hát én nem tudom, én abban se lennék biztos, hogy egyszerre fognak odaérni, mert szerintem a Szofi, ha a Nokedli nem bírja a tempót, nem bírja olyan sebességgel a tempót, ő nem fogja bevárni. Nem a Szofi várt, tehát ne értsük félre, tehát nem a Szofi várta be a Nokedlit, hanem a Nokedli bekkelte ki addig, hogy megvárja azt, míg a Szofi elindul és megpróbál hozzá csatlakozni, tehát vele együtt menni. Ha bírja a tampót, akkor együtt fognak menni, de azt nem hiszem, hogy együtt telelnének ott. Vigyázzatok magatokra. Oké. Na jó, hát ahogy elnézem, fogynak a kérdések. Mennyi ideje megyünk? 48 perce vagyunk, úgyhogy hát szerintem lassacskán el is köszönünk. Megnézzük, hogy mennyi az idő? Mennyi az idő? Mennyi az idő? Hát még egyenlőre nem fogunk adatot kapni, még egy kicsit várni kell, mire érkezik be adat, de azért megnézem, ha már itt van a kezemben, tehát ugye a jeladós gólyáinknak a követhetősége, tehát a térképe az ez, amit én itt fogok a kezemben, ez nem egy publikus felület. Azt nézem, hogy a öreg lány nevű mentett gólyánk, aki szabadon lett engedve múlt hét pénteken, az még mindig a Pilismaróti öböl környékén rendezkedik, tehát ő még eszeágában nem volt elindulni. Ma délután voltak kint a nejem meg egy segítő kolléganő, megnézni, hogy mi van a gólyával, azt látták, hogy szürke gémek társaságában bandázik ott. Azt mondja, hogy nem, tehát a halu még nem jelentkezett be, hanem pedig valamikor éjfél után fog, úgyhogy azt meg nem várjuk most ki így élő adásban. Úgyhogy ami friss hír lesz a gólyákról, azt majd holnap reggel valamilyen formában, valahogy nem tudom. Ha megtaláljuk a gólyákat, akkor élőben fogunk jelentkezni. Ha nem találjuk meg, hanem csak videókat csinálunk, akkor majd valamikor este felé csinálunk egy élő bejelentkezést. Ugyanúgy összefoglalókkal, mint ma. Hát majd kialakul menet közben, hogy mi a jó megfejtés. Ha valakinek addig is kérdése van, vagy valamit szeretne tudni, akkor a Birdmania oldalon keresztül, privát üzenetben, messengeren keresztül föl tudja tenni a kérdést, és hogyha olyan, akkor megpróbálom megválaszolni így adásban. Jó? Na hát akkor azt hiszem, elbúcsúzunk, és ahogy van. Jó, még annyi kérdés eltöm közül bejött, hogy a párok együtt telelnek? Nem. Annyira nem, hogy nem is együtt vonulnak. Tehát a gólyáiknál úgy működik a dolog, hogy véget ért a párzási időszak, tehát a szaporodási időszak,
elmentek, a gyerekek elindultak Afrikába, ott van a két szülőgólya, egy darabig nézelődnek, aztán nagyjából egyszerre elindulnak, de még az sem biztos, hogy ugyanazon a napon. De ők egészen odáig, még következő évben vissza nem érnek a fészekre, ők külön vannak. Tehát a hosszú kapcsolat titka, tehát augusztus végétől március végéig nem látják egymást, addig mindenki megy a maga útján, a maga sáskáját keresgéli meg, aztán amikor következő évi gyerekeket kell csinálni, akkor bútorozik újra össze a pár. No. Jó, tényleg most már elbúcsúzok, úgyhogy szervusztok, szervusz mindenkinek, úgyhogy mindenkinek szép jó éjszakát, jók legyetek. Most áll le.